Jó napot, jó reggelt kívánok! Köszönöm a meghívást, meg köszönöm, hogy ebben a konferenciában helyet szorítanak a filmnek. Ez mindig megtisztelő, nem csak számomra, hanem hát annak a területnek a számára, amit itt igyekszem képviselni. Professzor úr előadása után nehéz megszólalni, eléggé más jellegű lesz ez az áttekintés, talán vagy elsősorban kevésbé filozófikus. És azt előre bocsátanám, hogy amit én látok azokban a magyar játékfilmekben, ezekről lesz szó, amelyekben az első világháború témája felbukkan, ezek a filmek kevésbé a háborúról beszélnek, sokkal többet mondanak a magyar filmtörténet bizonyos korszakairól, tehát egy különös helyzetről van szó. Lehet, hogyha ezt úgymond előre tudják a szervezők, akkor még kevésbé invitálnak egy ilyen előadást, mert hogy kevésbé a háború és a trauma reprezentációja jelenik meg a magyar filmekben, jóval inkább ez egyfajta motivációt ad a filmeknek ahhoz, hogy ezt a traumát más területen jelenítsék meg, mindenek előtt a magánélet színterein. De úgy gondolom, hogy ez a hát kapcsolódási pont is izgalmas lehet. A másik, amit előre szeretnék bocsátani, hogy hát majdhogy nem teljességre tudok törekedni, és nem azért, mert annyira jól összefoglalom ezt a témát, hanem azért, mert nincs sok anyag. Kevés, elég meglepően kevés magyar film, egész estés játékfilm foglalkozik az első világháború témájával. Úgyhogy mindjárt a bevezetőben azt szeretném, hogyha, és ezért hívtam segítségül ezt a bizonyos prezentációt, hogy lássuk, hogy miről beszélünk. Először is az első csoportba azok a filmek tartoznak, amelyek még az első világháború alatt születnek, illetve közvetlenül az első világháború után. Néma filmekről van szó értelemszerűen, és itt mindjárt hadd tegyek hozzá egy kis kitérővel olyasmit, ami nem szorosan tartozik ez a témához. Bizonyára tudják, hogy a magyar néma filmkincs 90%-a körülbelül megsemmisült. Évről évre kerülnek elő újabb magyar filmek, egészen egzotikus helyekről, dél-amerikai padlásoktól kezdve különböző pincékig, és ezeket restaurálják. És itt esetleg az érdeklődő kedvéért azért írtam föl azt a honlap címet, mert éppen a világháború évfordulója kapcsán elindult egy nemzetközi projekt, ez a Nagy háború a filmművészetben című, amelyhez a Magyar Nemzeti Digitális Archívum is csatlakozott, és a felsorolt filmek közül az első kettő, tehát Janovics Jenőnek az utolsó éjszaka, illetve Békefi Lászlónak a Föld rabjai című filmjét, valamint a Bolvári Géza egy fiúnak a Fele című filmjét, ezen a projekten, ennek keretén belül restaurálták, rekonstruálták, már amennyire ezt lehetett, és ezen a honlapon ezek a filmek megtekinthetők. Körülbelül 30-40 percnyi anyagot sikerült ezekből összehozni. A Balogh Bélának az Obsitos című filmje az viszont megvolt, olyannyira, hogy ebből Tóth János operatőr néhány évtizeddel ezelőtt egy úgynevezett rekreációt csinált, tehát úgymond a mai közönség számára elérhetővé, fogyaszthatóvá tette a filmet. Tehát négy ilyen némafilmről beszélünk. Kiegészítésképpen még, mert annyira kevés az anyag, hadd utaljak legalább két elég különleges filmecskére. Ezek rövid filmek, úgynevezett agitációs filmek. Az ő felsége a király nevében, az nem ismerjük, hogy ki alkotta, tehát nincs rendezője, egy háború ellenes propagandafilm. Viszont a másik az annál ismertebb, ami szintén fennmaradt. Ugye ez az a Kertész Mihály, aki néhány évtized múlva a Casablancát rendezi, tehát egy nagyon nagy névről van szó, aki a Tanácsköztársaság hónapjai alatt készíti el az Ön az öcsém című agitkáját, egy hát a mai néző számára eléggé megmosolyogni való agitációs film. Ez tehát az első egysége az első világháborúról szóló magyar filmeknek. A következő a korai hangos film korszakban készült munkákat tartalmazza. Itt 8 egész estés játékfilmet találunk, ezek mindannyian láthatók. Vannak olyan rendezők, akiket jobban ismerhetünk, ugye Székely István a Hippolytnak a rendezője, vagy Tóth Endre, akinek ugye egy nagyon különös, egy év alatt 5 filmet leforgató villámkarrierje van a magyar film történetében. Vannak olyan alkotók, akik a 45 utáni korszakban is aktívak, tehát Gertler Viktor nevét például innen lehet ismerni. Ezekről a filmekről nyilván a későbbiekben még részletesebben szót ejtek, csak lássuk először, hogy miről is beszélünk.
És akkor az utolsó egység, ez talán a legmeglepőbb, hogy a 45 utáni korszakban egészen tulajdonképpen napjainkig mindössze ezek a filmek foglalkoznak, vagy szólnak, kapcsolódnak az első világháborúhoz. Ezek a filmek viszont, ugye ez nagyon szerencsés, most így az áttekintés szempontjából is, hogy szinte mindegyik egy-egy önálló filmtörténeti korszakot reprezentál. Ugye az élén Szőcs Istvánnak az Ének a buzamezőkről című filmje, ugye a 45 utáni átmenetnek a korszaka, ez egy betiltott film egyébként, egészen a 80-as évek végéig nem lehetett vetíteni. Ugye a Fehér Imrének a Bakaruhában című filmje, az az 56 utáni korszaknak, szintén inkább egy átmenetinek tekinthető korszaknak a filmje. Fábián Bálint Találkozása Istennel című munkája nem annyira korszak specifikus, és talán az életművön belül sem annyira hát súlyos darab. És végül Grünwalski Ferencnek az Utriusza az meg átvezet már a rendszerváltás utáni korszakhoz. Nagyon-nagyon különböző jellegű filmekről van szó. Éppen ez adja az egyetlen úgymond sajátos vonását, hogy mind a négy nagyon jellegzetesen szerzői film, egy kort és egy szerzői szemléletet tükröző munka. És mivel ennyire kevés filmről beszélünk, itt is csak utalásképpen felsorolom azokat, amelyek legalább érintik az első világháborút, mert egy hosszabb történetet tekintenek át. Ugye Kovács Andrásnak a Vörös Zsurófnője, az Károlyi Mihályné-ról szóló film, illetve Szabó István esetében ugye a Red Ezredes az első világháború íg jut, a Hanuszen pedig valahogy annak a végétől indul, tehát időben előről, illetve a végéről érinti ezt az időszakot, de ezekkel a filmekkel most kevésbé szeretnék foglalkozni. Ahhoz, hogy áttekintsük ezt az anyagot, talán érdemes egy újabb, valamennyire leegyszerűsítő sémát követni, nevezetesen azt, hogy én itt a határt, a 45-ös vagy 48-as, tehát az államosított magyar filmgyártáshoz kapcsolom, és a 45 előtti korszakot egységesnek tekintem. Valóban az, nyilván a néma és a hangos film különbsége az meghatározó, de a filmeknek a jellege szempontjából úgy gondolom, hogy most ennek az áttekintésnek a kapcsán ezt tekinthetjük egy egységes időszaknak, a másik pedig a 45, illetve a 48 utáni korszak lesz. Mik a meghatározó kódrendszerei ezeknek a filmtörténeti korszakoknak? Ezt szeretném összehasonlítani, tehát 45 előtt, 45 után. A 45 előtti időszaknak a meghatározó kódrendszere az egy populáris kódrendszer, úgyis mondhatnám, hogy 45 előtt meghatározó módon műfaji filmek készülnek, szórakoztató igénnyel, piaci szempontból. Elvétve születnek úgymond művészi kísérletek, művészi próbálkozások. Ez a némafilm korszak, legalábbis ahogy rekonstruálni tudjuk, és ugye a 31-től 45-ig tartó korszakra is igaz, az utóbbit jobban ismerjük, és ugye valóban, hogyha most itt filmeket sorolunk, akkor döntő részében színészekre épülő, mindenek előtt vígjátékokat találunk a 45 előtti korszakban. A 45 után viszont ugye nagyon megváltozik mindez, ugye egy nagyon éres cezúra a magyar film történetében ez a korszakhatár, nyilván összefüggésben a társadalmi, politikai változással. Egyértelműen a szerzői szemlélet kerül előtérbe, olyannyira, hogy maguk a műfaji filmek majdhogy nem válságba, háttérbe szorulnak, lassan kiszorulnak szinte a magyar filmből. Ez a 60-as évek végén, 70-es évek elején következik be, amikor a szerzői film paradigmája uralja a magyar filmművészetet. A 60-as években még eléggé kiegyensúlyozott az állapot, akkor készülnek műfaji filmek, de hozzá kell tennem, hogy akkor, amikor a magyar film úgymond kánonjáról beszélünk 45 után, azért mondjuk nem a Várkonyi féle jókai adaptációkat szoktuk emlegetni, hanem Jancsó Miklóst vagy Fábri Zoltánt, szerzőket, ugye olyanokat, akik egyéni látásmóddal vannak jelen. Itt tehát az előbbben a műfajok dominálnak, az utóbbi korszakban a stílusok dominálnak, és ehhez hozzá kell tenni, ugye főleg, hogyha most itt az első világháború reprezentációjáról beszélünk, hogy az egyik, illetve a másik kódrendszer hogyan dolgozik azzal, hogy valamifajta társadalmi, politikai, ideológiai, történelmi jelentést fogalmaz meg. És itt ugye talán az magától értetődő, hogy a szerzői paradigmában, amikor egy alkotó
ugye nagyon az egyéni kézjegyét fölmutatva alkot egy filmet, ott a társadalmi jelentés, tehát akár az ideológiai, politikai, mondjuk most ezt a szót így, hogy mondani való, az a maga közvetlenségében fogalmazódik meg, vagy egy olyan fajta kódrendszerben, amely nagyon direkt módon kapcsolódik ahhoz, hogy itt egy politikai jelentés van, például a paraboláknál, Jancsónál. A műfajok esetében talán nem mindig gondolunk arra, hogy a műfajok is közvetett módon, de nagyon-nagyon direkten társadalmi kontextusban keletkeznek, és egy társadalmi jelentést fogalmaznak meg. Ez, mit tudom én, hogy nagyon bizarr példát mondjak, nem tudom én, az inváziós katasztrófa filmeknél is így van, mert mondjuk a hidegháborús félelemnek a kivetülései. Tehát ezek alapvető dolgok, ugye a Westernnél talán nem kell annyira bizonyítani, hogy milyen társadalmiság van jelen. Úgyhogy ez fontos lesz, amikor majd mindjárt látjuk, hogy az első világháborús filmek 45 előtt milyen műfaj vonzalmat tanúsítanak, milyen műfaj vonzalommal rendelkeznek. Ez viszont egy közvetett jelentés, tehát nem direkt fogalmazódnak meg ezek a társadalmi gondolatok a műfaji filmekben, hanem közvetett módon, ugye ez kicsit azt is hozzátehetjük, hogy ezzel el szoktam gondolkodni néha ezen, vagy a hallgatókat szembesítem azzal, hogy milyen érdekes, hogy ugye a szocialista realizmusnak a propaganda filmjei, azok nyilvánvalóan direkt ideológiát közvetítenek, és annyira direktek és hamisak és rosszak, hogy senki nem hiszi el őket. Viszont egy jó műfaji film az úgy közvetít nagyon markáns, úgymond ideológiát, hogy a néző úgymond nem veszi észre, nagyon jól, és egyszerűen benne van abban a világban. Tehát amikor a hollywoodi filmet esetleg valaki károsztatja azzal, hogy az ugye egyfajta értékrendet közvetít, azt kell mondani, hogy hát igen, van benne valami, hihetetlen ez a hatás, és globális, ugye manapság elképesztően globális, hogy az egész világ a csillagok háborúja paradigmájában gondolkodik. Ez most ugye aktuális, mert most lehet hallani, hogy karácsonyig elfogytak a jegyek, meg összeomlott a rendszer, amikor elkezdtek jegyet árusítani erre a filmre. Tehát, hogy azt akarom ezzel jelezni, hogy a műfaji film még a lehető szórakoztatóbb formájában is ilyen hatással vagy ilyen funkcióval rendelkezhet. És akkor most térjünk rá magukra a filmekre, hogy ezek a filmek ebben a filmtörténeti relációban milyen kódrendszerben valósulnak meg. 45 előtt egyértelműen az első világháborús filmek műfaja az a melodráma lesz. Valamennyi film, amelyet itt felsoroltam, melodráma műfajához tartozik, illetve annak különböző úgymond alműfajait vagy szubzsánereit teljesíti be. Míg a 45 utáni korszak első világháborúval foglalkozó filmjei, azok egyértelműen úgymond stílusfilmek, tehát egy szerzői stílust, illetve egy korszaknak a stílusát, korszaknak az irányzatához kapcsolódóan reprezentálnak valamit. Ez egyfelől nem meglepő, másfelől valamennyire beszorítja, vagy úgymond fölülírja a háborús témát, tehát hogy kevésbé magukról magának a háborúnak úgymond a történelmiségéről szólnak ezek a filmek, hanem inkább ezt az eseményt felhasználják valamire, amit az adott korszak általában is reprezentál. A 45 előtti műfajiságnak a szubzsánerei, azok így néznek ki, ezek lehet, hogy nagyon különös és bizarr elnevezések, de használják őket. Tehát valamennyi történet melodrámai, ugye kibékíthetetlen ellentéteknek a küzdelméről van szó, ami egyfajta fátumként nehezedik a szereplőkre, és látunk anyamelodrámát, hetéra melodrámát, barátság melodrámát, házasság melodrámát, illetve hát a legnyilvánvalóbb ugye szerelmi melodrámát, és a korábban felsorolt filmeket, tehát a néma filmkorszak, illetve a korai hangos filmkorszak példáit is ebben a rendszerben nagyon könnyen el lehet helyezni. A 45 utáni korszak esetében pedig ugye szándékosan itt most már egy kicsit utalva arra, hogy a műfaji film esetében a műfajjal azonosítjuk az alkotást, ott elhagytam a rendezőket, de itt szándékosan a másik oldalnál, amikor felsorolom a 45 utáni példákat, akkor ugye jelzem a rendezőt, hiszen egy szerzői látásmódról van szó, és azt a korszakot, amit ezek a filmek többé-kevésbé erőteljesen reprezentálnak. Szőcs Istvánnak az Ének a buzamezőkről című filmje ugye a 45 és 48 közötti nagyon rövid úgynevezett koalíciós korszak, tehát ezt a filmtörténet is használja, ezt a politikai elnevezését az időszaknak, ezt a korszakot reprezentálja,
legfontosabb film ebből az időszakból, egy párja van még, a Valahol Európában című Radványi film, csak ugye az Ének a buzamezőkről ráadásul nem kerülhetett mozikba. A következő Fehér Imrének a Bakaruhában című munkája, az egy számomra különösen izgalmas korszakot reprezentál. Ez 54 és 62 között zajlik, és egy nagyon-nagyon hosszúra nyúló átmeneti korszak, ugye a szocialista realizmusból a 60-as évek modernista új hullámába, premodern korszaknak is nevezünk, és éppen a Fehér Imre filmje egy nagyon figyelemreméltó munka a modernizmus előképeként is. Fábry Zoltánnak a filmje az a 80-as években készült, és akkor egy inkább ugye egy klasszikus formaelvekhez visszanyúló, új akadémizmusnak nevezett irányzathoz kapcsolható, és mindenek előtt a Fábry saját szerzői kézjegye abban ismerhető fel, hogy rendkívül erőteljesen a személyiség drámai megtörésére és meghasonlására építi a filmjét. És végül nagyon más korszakot mutat be Grünwaszki Ferencnek az Utrius című munkája a 90-es évekből. Hát ez egy kicsit itt talán nagyvonalon kezelt fogalom, hogy posztmodern, de éppen az Utriusra igaz, mert a filmnek az egyik legfontosabb, vagy legérdekesebb erénye, hogy nagyon bátran kísérletezik a vizuális lehetőségekkel. Ugye Grünwaszki Ferenc operatőr, rendező, és egészen különös képi világot teremt ebben a filmjében. Ugye elektronikus, tehát nem hagyományos filmre forgat, sok különös effektust visz bele a moziba, tehát képileg úgymond az új képfajtáknak a jegyében áll ez a film. Nézzük meg azt, hogy az adott filmtörténeti korszaknak és magának a tematikának, tehát hogy első világháborúról szól, ahhoz kapcsolódik, abban az időszakban játszódik, tehát valamilyen módon érinti a háborút, hogy ebben milyen relációk fedezhetők fel, tehát hogy milyen viszonyban áll a korszak, illetve maga ez a témakör. És itt jutunk el fontos következtetések levonásához. Először is, hogy az adott filmtörténeti korszak az alapvetően meghatározza magának a háborús filmnek a mikéntjét, hogy hogyan is tematizálódik a háború a filmekben. Tehát nem annyira arról van szó, hogy maga a téma befolyásolja, hogy abból például ugye magától értetődő módon legyen egy olyan műfajú film, amit úgy nevezünk, hogy háborús film. Van ilyen műfaj, ugye? Rengeteg ilyen film készült. Elég elgondolkodtató, hogy a magyar film történetében az első világháborúról egyetlen háborús film sem készül, hanem melodráma készül például, vagy szerzői filmek készülnek például, tehát inkább az adott korszaknak úgymond az uralkodó műfaja, vagy a paradigmája határozza meg a téma feldolgozási módját. Hogyha mégis azt a kérdést tesszük fel, hogy jó, de hát azért az első világháború ott van ebben a témában, az mit okoz a műfajon? És itt is van egy nagyon érdekes körülmény, ami azért ugye egy fontos motivum, és emiatt tényleg izgalmas foglalkozni ezekkel a filmekkel. Ez pedig az, hogy maga a téma az nem határozza meg ugyan a műfaj, tehát nem lesz a műfaj például háborús film, hanem módosítja, majd mindjárt kiderül, hogy miképpen, tehát melodráma, mert a korszakban az volt a divatos, olyan filmek készültek, de ezt a műfajt vagy stílust, tehát hogyha a szerzőnél beszélünk stílust, akkor azért a háborús tematika az valamilyen irányba eltolja. És ez az eltolás lényegében, ez a módosítás lesz a legfontosabb tükre, úgymond a filmnek a háború felé, vagy a háborút tükröző státusában. Ami történik, az nagyjából úgy írható le, hogy a háborús tematika az, mivel nem közvetlenül jelentkezik ezekben a filmekben, tehát nem történelmi filmként, háborús filmként, hanem szerzői szemléletet vagy műfaj termékenyít meg, ezek a konkrét szerzői vagy műfaji törekvések, ezek azt segítik elő, hogy ezek a történetek egyértelműen a személynek a történetei individuális történetekként fogalmazódnak meg, és ezek a filmek kifejezetten, elég meglepő módon, de kifejezetten mégis magánéleti konfliktusokat mutatnak be. Tehát nem
társadalmi, politikai, ideológiai, hadászati, nem tudom mit mondjak, ilyen konfliktusokat, hanem nagyon erőteljesen a személyes történetre és egy személyes látásmódra hat úgymond ez a bizonyos körülmény. Illetve, hogyha itt is megfordítjuk a szempontunkat, akkor azt látjuk, hogy miképpen hat vissza ezekre a személyes sorsokra magának a háborúnak a tematikája, akkor azt látjuk oly módon, hogy azok a magánéleti konfliktusok, amelyek megfogalmazódnak a filmben, azok úgymond a háború hatására, ha szabad ezt így fogalmaznom, extremizálódnak. Tehát mivel háború van, mivel a háborúhoz, az első világháborúhoz köze van a történetnek, ezért ezek a, főleg itt ugye a melodráma műfajában lesz ez nagyon szemléletes, ezek az események, ezek a melodrámában amúgy is ugye hajlamosak a filmek túlozni, hajlamos a melodráma nagyon erős túlzásokba esni, most ezek a túlzások fokozódnak. Tehát lényegében azt látjuk, hogy a háború úgymond arra jó, bocsánat, hogy ezt így fogalmazom, hogy elképesztően különös, bizarr, extrém történeteket, vagy a szerzői oldalon pedig azt mondhatjuk, hogy nagyon erőteljes stilizációkat úgymond tegyen lehetővé ez a tematika. És nézzük meg, hogy ez konkrétan hogy történik, tehát most néhány példát, nem valamennyit sorolom, főleg a 45 előtti korszakból, de néhány jellegzetes példát. És nem tudom, mennyire lesz majd olvasható messzebbről, majd én felolvasom azért, mert hogy igyekeztem, nem volt könnyű, nagyon röviden az adott példának a szüzséjét összefoglalni, azt kiemelve, hogy tényleg néha az ember már nem tudta, hogy sírjon vagy nevessen, hogy olyan elképesztő, extrém helyzeteket produkáltak ezek a történetek. Tehát például az utolsó éjszakában egy olyan helyzet áll elő, hogy egy asszony a gyermek vagy a csecsemő gyermekét elhagyta, eldobta magától, elteltek az évek, és egyszer csak előkerül egy fiatalember, ismeretlen fiatalember a háborúból, akihez ez az asszony majdnem hozzám egy feleségül, amikor egy véletlen során kiderül, hogy ez a fiatalember nem más, mint a saját fia, akit annak idején odahagyott. Nagyon bizarr, és ugye hát mi az, ami úgymond hitelesítheti ezt a bizarságot, mondja a film, az, hogy az első világháborúból tér haza, ugye? Tehát ez a körülmény teremti meg ezt a lehetőséget. Aztán a következő, hát ez talán a csúcs, ezt nem is tudtam rövidebben összefoglalni, az egy fiúnak a fele. Hogy egy apának kettő nőtől születik, közel egymáshoz két gyereke, és a film azt akarja elhitetni, hogy ezek ikrekként hasonlítanak egymásra, és talán látják a képen, hogy valószínűleg iker gyerekekkel játszatják el. Ugye ez már önmagában, hogy van az, hogy két anyától születik két gyerek, időben mondjuk közel vannak egymáshoz, na de hogy összetéveszthetetlenül hasonlítanak egymásra. És az egyik nő meghal. A másik ugye neveli a két gyereket, akiről nem tudja, hogy melyik a sajátja. És akkor még nincs vége, hanem nőnek föl a gyerekek, és a férj azt mondja az anyának, hogy azért nem árulom el, hogy melyik a tiéd, hogy egyformán szeresd őket. De ha nagykorúak lesznek, akkor elmondom majd, hogy melyik az igazi gyerek, akkor egy levélben ezt leírtam neked. Tehát borítékoltam, megint bocsánat, a frivol szóért. És akkor egy újabb fordulat következik, mert eddigra a gyerekek ugye felnőttek lesznek, elkerülnek az első világháborúba, és az egyik meghal. És ezután mit csinál az anya? Nem nyitja fel a borítékot. Van egy nagyon szép jelenet egyébként, a kandalló nézőpontjából látjuk, tehát úgymond a lángok mögül, hogy az anya bedobja a lángokba a borítékot, mert azt az egy megmaradt gyerekét, akár az övé, akár nem, azt már sajátjaként akarja szeretni. Szóval talán ebből úgy kiderül, hogy ez az extremitás, ez nem túlzás ezekben a filmekben. Aztán az opsitos, hát ez viszonylag már nem is tűnik különlegesnek, hogy amikor egy fiatal ember a barátja halálának hírét hozza a háborúból, akkor azoknak, akiknek viszi, tehát az elhunyt embernek, az édesanyjának, illetve a húgának, ők először azt hiszik, hogy ő a saját gyerekük. Tehát összetévesztik ugye a barátot a saját gyerekével, illetve bátyjával. Azt nem írtam ide, de az mégképp nagyon bizarr, hogy a lány az ugyanakkor beleszeret ebbe a fiúba, de még akkor, amikor bátyjának hiszi. Szóval ebben is elképesztő csavarok vannak.
Aztán az elcserélt ember, hát ez is még viszonylag a gyengébb változatok, két hasonmás, az egyikőjük életét veszti a háborúba, egy véletlen miatt a másik fölveszi az ő zubbonyát, az ő irataival kerül haza, és két ellentétes, az egyik egy kicsapongó, a másik egy rendes ember. És a kicsapongó családhoz a rendes ember tér haza, és akkor ott előáll egy nagyon különös helyzet, hogy most mennyire megváltozott. És végül még egy példa, az elkésett levél, itt a háború elszakítja egymástól a fiatal szerelmeseket, tehát egy éjszakát tudtak együtt tölteni, annak van egy gyümölcse, tehát születik egy gyermek, és az anya viszont gyakorlatilag a 25 évet, ami a háború után eltelt, egy pszichotikus állapotban tölti, tehát egy traumatizált állapotban tölti, mert hogy elveszett a kedvese. És az nagyon érdekes, hogy amikor kiderül, hogy mi is itt a valóság, tehát hogy meghalt a szerelme a háborúban, tehát ő azt hiszi, hogy elhagyta a szerelme, akkor ugye ez a traumafeldolgozás szempontjából egy ilyen nagyon szépen megoldott jelenet, hogy ahol elbúcsúztak a pályaudvaron és ment a fiú a háborúba, 25 évvel később újra játsszák ezt a úgymond jelenetet, hogy a nő kimegy a pályaudvarba, és akkor ott várja az eltűntnek hitt férj, és amikor újra találkoznak, amikor újra éli ezt a traumát, akkor meggyógyul. Tehát ugye egy nyilván a korabeli mélylélektan eredményeit hasznosító forgatókönyvről van szó. Szóval műfai filmek, melodrámák, de még a melodrámák, hát egyébként eleve ugye a túlzásokkal gondolkodó, vagy túlzásokkal dolgozó motivumaihoz képest is, ezek a filmek rendkívül extrém történetet, mondhatni azt is, hogy adott esetben kiagyalt történetet hoznak létre, de ezt úgy próbálják hitelesíteni, hogy minden mögött, az extremitás mögött úgymond a háború extremitása áll. Tehát, hogy felfordult a világ, felfordul a családi élet, mondhatni így kapcsolódnak ezek a példák egymáshoz. A 45 utáni példáknál ugye itt a szerzői stílusnak a megvalósulásait látjuk. Ugye a Szőcs István filmjében egyértelműen egy morális példázatról van szó, amikor is a háborús traumát az újrakezdésnek a hite és a reménye követi. Ugye az a film ilyen értelemben egy jó értelembe véve vett himnusz az emberi tevékenységhez. Ugye a film záróképén a sok-sok trauma után a főhős beáll a rendbe, és elkezdi a földet művelni, vagy nem tudom, aratni, vagy valami hasonlót. Úgyhogy itt nagyon fontos, hogy ez az első világháborús téma, azért tettem zárójelbe a római számnak a második egyét, tehát nyilván a második világháborús, tehát a 45 utáni újrakezdésre is utal. Ugyanakkor a filmtörténeti korszakot is nagyon szépen reprezentálja ez a film, mert hogy egy általános humanista gondolatot tükröz, még nem politikai szempontból. Ugye 48-tól már ez kifejezetten ideológiává kell, hogy váljék. 45 és 48 közötti időszakban még az a néhány film, ami ekkor készül, nagyon kevés film születik ekkor, azokban mind inkább egy politikamentes, általános humanizmus fogalmazódik meg. Még a Radványi filmben, tehát a Valahol Európában, ott egy kicsit ugye megjelenik a baloldali gondolat, de abban is azért inkább ez a humanisztikus eszme a döntő, ugye a karmester, aki a gyerekeket befogadja magához. Fejér Imrének a Bakaruhában című filmje, ez úgy gondolom egy rendkívül szép film, nagyon értékes alkotása a magyar filmtörténetnek. Ugye az az alaphelyzet, hogy egy ilyen hétvégi baka, aki egyébként újságíró, és csak hétvégén megy be a laktanyába, és akkor ölt egyenruhát, tehát egy úriember beleszeret, vagy elcsábít egy cselédlánt, és a cseléd egy egyszerű bakának hiszi, és az a drámai történet vége, hogy végén kiderül a cserédlány számára, hogy hát ez bizony nem egy baka, hanem egy úriember, és megrendítő módon, de nagyon méltósággal elköszön ettől az embertől, és szépen ott hagyja a házat, ahol szolgál. Most ebben úgy gondolom, hogy nagyon plasztikusan megfogalmazódik egy,
még talán az 56-hoz is kapcsolódó társadalmi jelentés, ez pedig a kiszolgáltatottságról szól. Tehát ez a Vara Margit által alakított figura, ez a cseléd figura, ez ugye nagyon megrendítő módon egy megalázott, kiszolgáltatott létállapotot fogalmaz meg. Hozzáteszem, hogy ekkortájt talán nem véletlenül több ilyen film is készül Magyarországon, gondoljanak az 58-as Édes Annára, ami ugye megint csak ezt fogalmazza meg. És van még más film is, amelyben szó szerinti cselédek, vagy nagyon a társadalom számkivetettjeinek a drámai történetét látjuk. Az viszont már a korszakot reprezentálja, hogy a film az kifejezetten magánéleti fókuszú, tehát hogy nincs ideológiai, politikai jelentés hozzárendelve, az ekkortájt már eléggé kivételes, és a premodern gondolatot, vagy premodern formát pedig az jelzi, hogy a film végén nincs igazán egy drámai lezárás, hanem tulajdonképpen egy ilyen drámaiatlan folytatása van ennek, tehát ugye a nő egy tartással elmegy, a férfi, ugye a darvas alakította figura pedig megszégyenülten ott marad, mert azért ő megéli azt, átéli azt, hogy mit tett egy emberrel, de nincs halál, nincs óriási veszekedés, jelenet, hanem egyszerűen elválnak egymástól, és valahogy viszik tovább lényegében úgymond a velük élő traumát, amelynek a háttere az első világháború, de itt is ugye itt kifejezetten ki is van sarkítva az, hogy a főhős egy kávéháznak a portál üvegén át nézi, ahogy mennek hadba a katonák. Tehát a nézőpont az ugye megint csak nagyon a magánélet felől fogalmazódik meg. A Fábián Bálint találkozása Istennel, ebben az esetben ugye ez a trauma fogalom itt nagyon nyilvánvalóan tematizálódik a filmben. A főhős, ez az egyszerű parasztember, az első világháborúban egy súlyos traumát él meg, ugye késsel meggyilkol egy talját, és ezt a traumát nem tudja feldolgozni. Hazatér a háborúból, és egyszerűen a maga keresetlen, ugye iskolázatlan módján keresi a választ arra, hogy ez miért is történt meg, és nem talál választ, és ezért ugye a cím erre utal, hogy ezt Istentől akarja megkérdezni, és ezt úgy viszi véghez, hogy fölmegy a harangtoronyba, és fölakasztja magát a haragkötélre. Tehát itt ugye a traumának a lelki, személyes kivetülése fogalmazódik meg, és a film a korszakot annyiban reprezentálja, hogy az új akadémizmus klasszicizáló stílusában készül, és az külön figyelemre méltó, de ekkortájt már azért nem annyira korszerű eszköz, hogy ezt a bizonyos háborús traumát, mint rémálmot, a film, mint víziót többször felidézi flashbackekben. Tehát többször látjuk azt a jelenetet, ahol egy ilyen közelharcban Fábián Bálint meggyilkolja az olasz ellenfelét. És végül az Utrius, hát ez is egy nagyon különös dolog, mert ebben is a háború az arra jó, hogy egy nagyon extrém, individuális karaktert mutasson be, egy fiatal ember, aki nem akar bevonulni a háborúba, és ezért betegséget szillel, nem annyira a háborútól fél, hanem megint egy extremitás, kicsit ugye a műfai filmek melodrámai karakterét idézi, vonzódik a lánytestvéréhez, tehát ugye megint egy extremitás, vagy ha úgy tetszik, egy trauma. Tehát őt alapvetően egyfelől ez a bizonyos extrém vágy, másfelől pedig a történelmi körülmények késztetik arra, hogy úgymond önmagát traumatizálja, és ez úgy lesz válságos, hogy egy egyszerű betegségbe végül is belehal. Tehát nem egyszerűen csak szimulál egy betegséget, hanem áldozata lesz mindennek. És a filmben ugye nagyon fontos, 90-es évek elején vagyunk, hogy a történet zárlatában egy jelenidejű eseményben ugyanez a színész azt játssza el, hogy ő is éppen bevonul a balkáni háborúba. Tehát ugye a Grünvaszki Ferenc nagyon kevés olyan játékfilm van egyébként, amely utal az éppen a határainkon túl néhány kilométerrel folyó háborúra. Ez egy ilyen film a zárlatában, ha úgy tetszik, akkor az első világháborútól a jelenig vonja meg a traumatizáltság körét. És képileg, elbeszélés technikailag pedig abszolút ezt a posztmodern töredékességet és eklektikát valósítja meg az Utrius című film egészen bizarr nagy közelikkel és nagyon erős stilizált képi megoldásokkal.
Mielőtt befejezném, és úgymond néhány következtetés levonnék, csak hadd villancsak fel néhány olyan kiegészítést, amivel még esetleg foglalkozni lehetne, de én úgy gondolom, hogy amit eddig elmondtam, talán ez a legfontosabb ezeknek a filmeknek az összességéről, vagy ezek tűnnek a legfontosabb gondolatoknak, de hogy valamennyire még teljesebb legyen a kép, néhány kiegészítést hadd tegyek. Először is ugye felmerülhet az, hogy mégis a háború hogy jelenik meg képileg, vagy bármilyen módon a filmekben. Nos, felbukkannak epizódikus szinten háborús motivumok a filmekben, de ezek valóban legfőjebb epizódok. Így például látunk csata jeleneteket ezekben a munkákban, de a megjelenésük a filmekben azért eléggé sajátos. Ugye a Föld rabjai című néma filmben ott ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy eldönthetetlen, hogy vajon rekonstruált vagy pedig eredeti híradó jeleneteket látunk, csata jelenetekként bevágva. Az obsitos az tartalmaz valóban a háborús filmek műfaját idéző képsorokat, tehát felderítésről, tűzpárbajról. Az egy fiúnak a fele és az elkésett levél, ott az nagyon izgalmas, hogy jól felismerhető híradó, és ugyanakkor fiktív felvételeket kevernek össze egymással, tehát így idézik meg a háborúnak a színterét. Amikor a 45 utáni korszakba lépünk át, ott a négy film közül csak ez a kettő tartalmaz háborús jelenetet, a Fábián Báli találkozása Isten esetében, ahogy mondtam, nagyon erőteljesen stilizált ilyen vizionárius képet a harcokról, és egy közelharcról, tehát nem csata jelenetet. Az Utrius pedig szintén jelzésszerűen stilizálja a háborús közeget, tehát például a címszereplő Utrius kiképezik katonának, és az azt jelenti, hogy egy szám magában egy laktanya udvaron masírozik jobbra-balra, tehát teljesen stilizált már ebben a filmben mindennek a megjelenítése. És még egy más jellegű kiegészítés, ez egy kicsit inkább vicces, hogy a 45 előtti korszak filmjeiben ugye megjelenik az első világháború kapcsán a rossz orosz figurája. Ez egy ideológiai dolog, nyilván az antikommunizmus vezeti a korszakban a rendezőket arra, vagy az antibolsevizmus, hogy a háború kapcsán felbukkanó orosz szereplők azok egyébként komikusan eltúlzottan rosszak, tehát közönségesek, nagyhangúak, durvák, isznak, szóval minden ilyen csúnyaságot, amit el lehet róluk mondani, de hát inkább nevetségessé válnak, tehát ettől mondjuk nem hiszem, hogy a néző antikommunista lett volna, hogyha egy ilyen rossz orosz figurát látott a filmekben, és hozzá kell tenni, hogy van olyan film, amelyben azért még az orosz alakja is árnyalt tud lenni, de ez mondjuk még felvethető, mint jellegzetessége, nyilván a 45 előtti korszaknak, ugye 45 után ez már nem ment ez a motívum. És akkor végén tehát néhány következtetést, amire jutottam, és amit igyekeztem közben is már megfogalmazni. Ugye az első tehát az, hogy az első világháborús magyar játékfilmek nem történelmi, hanem magánéleti aspektusból ábrázolják az eseményeket. Egyik filmben sem maga az első világháború történelmi ténye áll előtérben, hanem az, hogy ez a motívum, végül is motívumnak használják, mit okoz a magánéletben. A magánéleti konfliktusokban fogalmazódik meg, tehát az első világháború traumája. Traumáról van szó, azt gondolom, hogy most nem csak a konferencia címekedvéért használom ezt a szót, hanem valóban a filmek ezt közvetítik. A történelmi trauma viszont családi traumákat generál, tehát nem azt vizsgálják a filmek, hogy most történelmi léptékben mi történt itt, hogy ért véget a hosszú 19. század, hogy kezdődik az első világháborúval egy rövid 20. század, minek nyit ez kaput, stb., hanem a magánéletet hogyan forgatja föl a háború. Felforgatja tehát a mindennapok életvilágát, méghozzá nagyon durván és nagyon különös, extrém módon, mert hogy ugye, ahogy láttuk, főleg a melodrámákban egészen bizarr történeteket generál ez a bizonyos háborús trauma. A trauma feldolgozása az folytathatóvá, újratermelődése vagy feldolgozatlansága viszont folytathatatlanná teszi a hétköznapokat. Ez is egy fontos tanulság, mert hogy ezekben a történetekben ez a két út lehetséges. Tehát van, amikor sikerrel feldolgozzák a háborús traumát a szereplők, és akkor boldogan élnek tovább, amíg meg nem halnak, de van olyan film, amely ugye arról szól, hogy aki nem tudja feldolgozni, ott viszont valami fajta pusztulás vet véget a családi történetnek.
És a legátfogóbb tanulsága mindennek, vagy a következtetés az, amivel kezdtem is, az első világháborús magyar játékfilmek tehát jobban reprezentálják a filmtörténeti korszakot, mint magát a történelmi eseményt. Ezért mondtam azt, hogy lehet, hogy bizonyos szempontból ez csalódást okoz, és egy ilyen témának végül is egy filmtörténeti konferencián esetleg nagyobb joggal van helye, de én legalábbis a filmek ismeretében ezt a következtetést tudom levonni ebből az anyagból, és nem azt, ami a fordítottja volna. A magyar filmek úgy tűnik, hogy az első világháború kapcsán inkább személyes, magánéleti és nagyon eltúlzott extrém konfliktusok elbeszélésére, bemutatására láttak lehetőséget. Ha a második világháború reprezentációjáról kéne beszélnem a magyar filmen, ott viszont nagyon megfordulna ez a képlet, tehát ezt még hadd tegyem hozzá, hogy nagyon-nagyon felborulnának az arányok, ugye ez nyilvánvaló, hogy a második világháború, főleg 45-48 után, hát nem négy film készül, hanem ennek többszöröse, és ott viszont már ezt a következtetés azt hiszem nem lehet levonni, hogy ezt azért még érdemes hozzátenni ezt, hogy az első világháború az viszont egy ilyen módon jelenik meg a magyar filmben. Köszönöm szépen a figyelmet!